Hello, hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit a tutorial sorozat következő részében, amelyben a vetésről és a hengerezésről lesz szó. Először a vetéssel fogunk kezdeni. Itt is ugyanúgy kijövünk a föld területünkre. Beállunk egy kicsit a géppel, és a munkagéppel, és rámegyünk arra a részre, hogy nincs útvonal. Megtervezzük az útvonalat, be is dobja itt nekünk itt az útvonal tervező beállítást. Itt egy olyat állítunk, hogy egyszer körbe menjen, amivel lezárja majd a vetést, középen, ne kívülről, hanem középen kezdje, élesen forduljon. Itt azért 10%-ot odaírunk, hogy biztosan, biztos alapon teljes legyen az átfedés. Az útvonalat megtervezzük. Kész is van az útvonal. Itt az útvonalat majd innen fogja kezdeni. És elindítjuk úgy, hogy az első útpont van beállítva. Akkor fog majd a traktorunk odaállni a munkagéppel, és elkezdeni az munkát. Készen is vagyunk a vetéssel. Itt a végén utoljára csináltuk meg forgó részt. Minimális rész itt a saroknál elmaradt. Ezt mi tudjuk pótolni. Ezt a picit. Ennyi hiba azért van benne még mindig a curseplay-be. Ezt a minimális részt mi kijavítjuk. És innestől kezdve végeztünk is a vetéssel. Ennyi lett volna a vetés maga, a bemutatása, és akkor most következzék majd a hengerezés. Itt is vagyunk a hengerrel. Ugyanaz a tematika, mint az előzőnél. Viszont annyit megcsinálunk, hogy mivel ugyanakkora a munkaszélességünk, így nincs más dolgunk, mint a jelenlegi útvonalat lementjük. Írunk neki egy olyat, hogy vetés és hengerezés. És így tudni fogjuk, hogy ugyanazzal a útvonallal két munkafázist el tudunk majd végeztetni. Itt is ugyanaz van, hogy megyünk az első pontra, és indítjuk magát a hengerezést. Ugyanúgy belül fogja kezdeni a munkaterületen, és a végén a külső részt fogja befejezni.
Készen is vagyunk a hengerezéssel. Ez nem szólt másról, mint hogy a vetőágy vagy magágynak a lezárása a lényege. Azért itt is vannak hibák. Sarok részen, illetve itt egy pici részt kihagyott. Ezt mi tudjuk kijavítani. Ezért nagy segítség volt, hogy a kőszpray azért a nagyját megcsinálta. Nem muszáj ezzel a beállítási módszerrel végezni. Lehet a hagyományossal is, hogy kívülről kezded, és utána végén befele haladsz. Vagy egy fellemozgással. Ez mindenkinek oda van bízva. Kinek hogy, mi a legegyszerűbb, mi a legpraktikusabb. Itt én többféle verziót mutattam be. Aki megfogadja, megfogadja, aki nem, nem. Ez mindenkinek a saját ízlésére és egyéniségére lehet szabni. Biztos, hogy a kőszpray elég sok mindenben segít nekünk. Úgyhogy ennyi lett volna a mai rész. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet. Következő részben már a fű vágásával, szénakészítés, bálázás, egyéb dolgokkal fogunk majd foglalkozni. Addig is mindenkinek további szép napot. Sziasztok!